Egyszer rendeltem egy kurvát is. Amikor már tényleg azt éreztem, hogy bazd meg, hát nem én, már azt sem tudom, milyen egy pina vagy. Tehát semmi, tehát nem azt adta, ami, vagy illetve, de pontosan azt adta, amire én számítottam. Egy női test, tehát kb. Egy maszturbálással felért, csak ott volt egy női test hozzá. Úgy érzem, hogy ezek a kurvázások, vagy nem tudom, azért lennének nekem esetleg gyógyír, persze ebből is megvan az embernek a félsze, hogy lehet, hogy rosszabb lenne bazd meg, mint most. Mert egyrészt tudom, hogy tök őszintétlen, tehát igazából én se akarom ezt. Mégis vonz azért ez a dolog, hogy elmenni vadidegen helyekre, ott levarni, mint a gombot, aztán bazd meg, elmenni, ezt legfeljebb 3 nap múlva megint visszamenni, vagy mit bánom én, nem tudom. És nyilván, amikor otthon nem lehet igazán markáns és olyan férfi, aki szeretnél, mert hogy a te funkciód az most nem az, hogy a gyönyörű tested, vagy a isteni szeretőt tiszteljék benned, hanem te most a gyermek megőrző modul vagy, akkor nyilván ebben a hiátusban az embernek, hogyha pont azt kezdik el dicsérni a lényébe, amit otthon nem kap meg, akkor nyilván az nagyon imponál. Persze én is egy kis utolsó féreg vagyok, aki egy-két éjszakára megmutatom nekik, és lelépek, de mára őszintévé váltam, és elmerem nekik mondani, hogy nekem nem csak te vagy az egyetlen, én egy utolsó csibész vagyok, vagy ha nagyon irodalmian szeretnék fogalmazni, Casanova vagyok, aki adja a nőknek a boldogságot, de ezt te döntsd el, hogy egy ilyen pasi kell, vagy nem kell. Azzal, hogy a gyerekek megjelennek egy házasságba, ezáltal a te férfi képed az tök más lesz egy nőben. Akkor a férfi képedet az jelenti, hogy el tudsz minket tartani? Így hármunkat? Képes vagy te erre? Érted? Hát igen. Az ember úgy valahogy magára maradt az ilyen frusztiaival, hogy jó, hát itt élünk, de hát végzem ezt az iskolát, meg úgy azért se pénzt nem keresek, ezt meg úgy állandóan hallottam otthonról. Se úgy igazából nem halad a dolog semmire, de a feleségem meg pénzt hoz haza, halad a munkájával, fejlődik. Szóval egy nagyon komoly ellenpont alakult ki, amit ő soha nem éreztetett velem. Tehát így igazából soha nem mondta azt, hogy hát bazd meg, üres a doboz, aztán faszé nem tettél bele sem. Soha nem ilyen nem volt. De egyszerűen már nem maradt energiája arra, hogy még engem ott tutulgasson. Nyilván neki is könnyebb lett volna a helyzet, ha úgy megy haza, hogy van egy fix, stabil férje, aki minden bajon őt átsegíti. Tehát én ebben a dologban, hogy a nő a dominanciát várja a férfitől, egy picit a felelősség áthárítást érzem, hogy tudja egy férfi, hogy merre megyünk, merre menjen az életem. Az, hogy én egyébként utána beleugatok, meg minősítem, hogy őző apukám, ezt se tudod, az már fasza, az már fekszik neki. Tehát nekem ugye a feleségemmel is az egyik nagy problematika, hogy ő pontosan ebbe ut bele, hogy ő megy elől, és, vagy hát, hogy a felelősségvállalás. A munkája is olyan, és akkor még a családban is, tehát hogy mindenhol ő vállalta a felelősséget, ő volt a domináns, és ebbe egész egyszerűen belefáradt. De a másik dolog meg az, hogy nagyon nehéz megtalálni. Még egy ilyen intellektuálisan cizellált, mondjuk ki ezt így, minden nehézség nélkül, értelmiségi családokban is nagyon nehezen megy az, hogyha a dominancia egy bizonyos időre felcserülődik. Szóval ennek a közmegegyezésnek, hogy a mondjuk a feleséget többet keres, és te azt mondod, hogy jó, igen, drágám, menjél dolgozni, én majd vigyázok a gyerekre, ennek van egy olyan része, hogy nyilván ő egy teljesen más szférában éli le a napjának a nagy részét a munkájával, és ha hazajön, akkor ő teljesen másfajta problémákkal ül az asztalhoz, mint te. Igen. Amikor mondjuk így gyesen voltam, jött a postás, akkor hozta a gyeslóvét, tudsz, ilyen tiszta gáz. Jó, mellettem működött a műhely, meg csinálgattam munkákat, meg azért úgy pénzt kerestem, de mondjuk... Tehát, hogyha te mondjuk 3 évig így a gyereked mellett vagy, mint egy klasszikus szerint egy nő,
akkor nyilván benned is keletkeznek olyan hiátusok, vagy frusztráció, amit a nők ugyanúgy megélnek, tehát ez a gyesbetegség, stb. Fogalom, ami így a pszichológiából átjön. Én gyakran vittem a gyerekeket játszótérre, anyukák körében társalogtam arról, hogy nekik éppen milyen problémái vannak. Ez úgy hosszú távon ilyen gyedes vagy gyeses anyukákkal társalogni, az nyilván nem egy építőjelegű szellemi történet. Ebben az a csapda, vagy az az egészben a legszarabb, hogy amikor benne vagy, akkor ezt nem éred föl észre, vagy nem éled meg, vagy én képtelen voltam ezt megélni. Ugyanis az ember tényleg az, hogy hát bazd meg, most ez van. Hát ki tudja, mi lesz 3-4-5 év múlva. Majd akkor meg máshogy lesz. Magyarázod magadnak egyrészt. Aztán magyarázod azzal magadnak, hogy most mi van abban bazd meg, hogy berakod a mosógépet? Rossz az? Nem. Most a feleséged dolgozik, pénzt keres, csomó elfoglaltsága van, és akkor még ezzel is neki kell ilyen szarakodni. Hát bazd meg, hát szereted, hát akkor most tégy meg neki ennyit, most 3 perc még berakod, és akkor utána még 3, mikor kiteregeted. Hát semmi fajta olyan, hogy mondjam, szóval felkészültsége nincs az embernek igazából belülről. Nem csak az motiválja őt, hogy igen, radikálisan és racionálisan ez a következő életperiódusnak a formája, és az, hogy ez meddig tart, vagy ez milyen következményeket hordoz magában, mondjuk egy házasság két szereplőjére vonatkoztatva, hogy ezt nem lehet előre tudni. Tehát én... Ebbe a szerepcserébe úgy belekényelmesedtünk mind a ketten. Vagy beleszoktunk inkább mind a ketten. Én beleszoktam, ő inkább belekényelmesedett. Uh-huh. Nem volt rákényszerítve arra, hogy takarítson, mert jött a takarítónő. Nem volt belekényszerítve abba, hogy mosson, mert én megcsináltam. Az, hogy a gyereknek a szaros pelenkáját nem összegyűjtöttem neki kis zacskóba, és akkor, amikor hazajött, akkor a csillagom most ki, hanem tök ki volt mosva minden, és így tovább egy csomó minden. És én sem álltam a sarkamra arra, hogy na, csillagom, miért nem mondtam azt a hét 3 napján legalább, amikor tudtam, hogy nem ügyel, nem hosszúzik, nincs semmi ilyen, hogy figyelj ide, mennyi a gyerekért. Mert te vagy az anyja, téged is nagyon vár. Mi rá legyen kényszerítve arra, hogy igen, délután a gyerekkel tanulni kell bizony, mert az elmúlt egy évig iskolás volt, majdhogy nem csak kizárólag én tanultam vele. Tehát eleve, hogy úgy mondjam, minden önsajnálat nélkül egy kiszolgáltatott helyzetbe kerülsz, amikor a mennyit viszel haza a történet számodra elég gyengén néz ki. Ha te tartod el őket, akkor nyilván eleve csinosabb a te számlád, mint az övé. Ez egy bizonyos szempontból azért fontos, mert aki a pénzt hazaviszi, és aki a kenyeret az asztalra teszi szinonim szimbolikával, az nyilván úgy érezheti, hogy ő a párkapcsolatban, vagy ebben a házastársi kapcsolatban ő mennyi mindent tesz azért, hogy ez működjön. És amíg ez önzetlenül és szó nélkül történik, addig jó. De amikor beindul az, hogy merén dolgozom, és hogy a családot eltartsam, holott te meg csak itt nem tudom, mit csinálsz, meg hát most a gyerekre vigyázol, és persze, hát, de én dolgozom, én mennyit, tudod? Szóval amikor így elcsúsznak az arányok, nyilván ott van az a probléma, ami már jelez egy bizonyos ilyen aszimetriát, vagy diszharmóniát. Abszolút. De ezek tudatalatti, tehát hogyha ez tudatos lenne, akkor nyilván ezt már észrevesszük 3 év kapcsolat után, vagy 4 év után, vagy... És ezek tudatosodnak, de hát ezeket évekig lehet vonszolni. Évekig lehet vonszolni, és én azt gondolom, hogy mi egyébként nem vagyunk hülyék, tehát okosak vagyunk, és intelligensek, és ennek ellenére vonszoltunk egy ilyen dolgot évekig. Lassan történnek a dolgok. Tehát tulajdonképpen a válás az például arról szól, hogy ezáltal a más életmód által, vagy a más életformák által, egyszerűen arról van szó, hogy a házastársak elkezdenek távolodni egymástól. És ez már inkább szellemi természetű, mint testi természetű távolodás. Tehát a szexualitás, ha még az is távolodik, akkor ez tulajdonképpen hatványozottan nő. Hát akkor én elbasztam. Nálunk az én problémám az ugye korai magamlés. Tehát ez,
Ez így mondjuk, hogy erre irányít egy házasság. Tehát. De nagyon érdekes, hogy csak a házasságban van ez a jelenség. Nyilván a mi szexuális életünk is az elmúlt években, hát azért úgy szépen leleminuszolódott. Tehát akár az odaadás, akár a beleadása a dolgokba, tehát hogy nem volt meg az a spiritualitása, nem volt meg az, hogy hetente egyszer, de akkor nagyon. Hanem szinte muszáj, nem szinte, muszájból minden nap, vagy minden, amikor lehetett, mert én úgy éreztem, hogy ha az ember otthon van, akkor meg kell dugni a feleségét. Ha kell, ha nem. Megtérve egy kurvánál, mint talán veszélytelenebb is. Nálam nagyon egyértelműen a szexualitás probléma. Tehát magyarán én már nem elég azt, hogy mondjuk én nem is voltam, tehát nem mondjuk a család fenntartó szerepkör, az mondjuk így a Marinak jobban oda ment. Tehát én onnan egy picit kiszorultam. Tehát ez a klasszikus irányítjuk a családot, én onnan egy picit kiszorultam, de ettől felerősödött mondjuk az apa szerepem, tehát hogy a gyerekkel való foglalkozás. Tehát nem csak az, hogy legyártjuk, hanem a kifejezetten most az apa szerep alatt azt is értem, tehát hogy a gyerekkel való együttlét és az ő gondozása és egyébként. Tehát ott sokkal több időt töltöttem, meg hát én nyilván a szexualitásban próbáltam volna, és ott viszont ott megint csak ugyanem működött. És lehet, hogy ha ott nagyon jól teljesítek, akkor semmi gond a tetejével? A család fenntartással? Tehát nem tudom. Igazán ott a probléma, amikor a gyerekek megjelennek, akkor ez a szerelmi vagy párkapcsolati viszony, ez nyilván felülíródik ezáltal. Tehát sokkal szigorúbbak lesznek az elvárások, sokkal kevesebb a tolerancia, mert a cél az rendkívül fegyelmezett. Na most nálunk is ez a probléma, ezt ugye a feleségem ki is mondta, hogy hát ő nem tud velem, én a gyereke apja vagyok, és a férje vagyok, tehát ő nem tud velem felszabadulni. És mondtam, hogy de szabadulj föl, nyugodt, tehát miért nem? Tehát már ilyen témák szóba kerültek, hogy mondom, de tehát, hogy két férfival ki akarod próbálni, tehát én mondtam, hogy figyelj, hát én nyitott, tehát nekem az a majd, hogy ezekről nem is beszélünk, tehát ne csináljunk úgy, mintha ezek nem lennének. Az életünknek ezt a szeretét nagyon-nagyon szerettem volna kompenzálni, és nagyon szerettem volna, de fasza, elmondani, hogy ő is úgy menjen be reggel dolgozni, hogy alig áll a lábán, megérést. És aztán persze az erőködésnek, ha megint csak nyögés lett a vége, mint már oly sokszor, és akkor hiába persze vettem ilyen masszázsolajat, meg csináltam a falra mécses tartós, akkor gyertyafényes, apáfasz, a masszírozós, mit tudom én, de nem jött úgy igazán szívből. Akkorában nem foglalkoztam ilyen gyertyagyújtogatással. Tehát akkor csak az volt, hogy jó van, gyorsan bazd meg, letekerem, aztán hagy aludjunk, és akkor majd úgyis hónap már megyek a csajhoz, és akkor majd ott jó lesz. Beszélgettünk erről. Tehát az egymás előtt maszturbálás. Tehát, hogy ez... Hát ez van, akinek benefér. Na, nem. Tehát mi soha nem csináltuk. Ő gyakorlatilag soha nem fogta meg mondjuk kifejezetten úgy, hogy... De amikor bazd meg, ha egy nő nem... Érzed azt, amikor hogy szopnak le, tehát ha nem nyeli le. Amikor egy nő nem meri megfogni a pináját, amikor ott van veled, és látod rajta, hogy fölizgult, és fordítva, és te sem mered bátran megrángatni előtte, hanem ilyen maszatolás, én csak úgy hívom. Tehát amikor maszatolás megy, az jel, hogy ott valami nem működik a kommunikációban sem. Hogy mondjam, mindig a nő dönt. Tehát a férfi bármit tehet, a feje tetejére állhat, ő lehet a legokosabb, a legbölcsebb, a legnagyobb farkú, a leggazdagabb, a leghíresebb, a legszegényebb, a legakármilyenebb. Mindig a nő dönti el. Szoktam mondani, hogy az a férfi, aki a nőt a vagináján keresztül akarja kinyitni, azt szerintem rossz úton jár, mert hogy a nőt egyetlen egy úton lehet kinyitni, hogy a vaginája is kinyíljon, az pedig a feje. Tényleg, amit mondtál, tényleg ez az életünknek ez a fizikai része, ez tényleg ez egy ilyen spirituális valahol. Tehát nem arról van szó, hogy most jé, bazd meg, fölállt, hát akkor ezt valahol dugni kell. Hanem van egy szellemi közeg, van egy valami zsongi-bongi, és akkor ott valami ott esetleg majd jó is lesz. És ha ez nincs meg benne, akkor tényleg lehet, hogy csak egy ilyen puk-pak, puk-pak, és akkor amikor kicsordultál, akkor így hol vagyok, bazdok? Ki vagy? Jézus, most nem okádna magától, vagy nem tudom. Szóval ez azért nem, tehát hogy csak egy bizonyos
idő után fogják észrevenni azt, hogy már milyen távol vannak. És akkor ilyenkor már nagyon sok csalódottság és ilyen magányos kis sértődöttség lesz úrá az emberen, és hát aztán ezekből jönnek az ilyen robbanások, amikor mit tudom, a pasi így, ha teheti, akkor becsajozik, mert kell valami kompenzáció, vagy a nő pasizik be, mert az eredménye szférában nyilván ott egész más tenyészállatok szerepelnek, mint az otthoni férje. Szóval ez szerintem nagyon, nagyon markánsan bele van kódolva ebbe az egészbe, és nyilván ez kurva nehéz jól csinálni. Hát bennem még csak nem is ez a hódítás volt, hogy hú, most egy nő, és akkor majd jaj, de fasza lesz nekem, hanem egyszerűen csak annyi, hogy van egy ember, akinek baromi jó humora van, jól is néz ki, valamelyest így a szakmát is érti, elfogad olyannak, amilyennek vagyok, tisztel azért, amit csinálok, de nem egy ilyen titkárnői szinten, hogy az egy király vagy, az egység arrébb tetted azt a sarat, hát Isten király vagy, hanem szopatott, tehát ilyen ironikus, cinikus, szkeptikus humora van, tehát minden ilyen kétértelmű, amit mond, és azt én szeretem, meg valahol én is így élek ezzel a kommunikációs lehetőséggel, de most már ez nem divat, hogy most akkor egy feleséged volt, meg lesz egy életet egy helyen, egy lakásban, egy munkahelyen. Hát nem, hát cserégesd a férjed, feleséged, ott is karrier van, tehát ott is, ha nem lépsz előrébb, tehát az a fajta idézőjeles szakmai fejlődése, ami egy házasságnak mondjuk lehetne szakmai fejlődése, ilyen idézőjelesen, az már nem volt meg. Leállt. Nem voltak csapatépítő tréningek. Persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy mondjuk, amikor zúztam a csajhoz Kispestről éjszaka, vagy sötét, nem tudom, és akkor úgy belém vágott, hogy mit csinálsz, bazdmeg meg? Hát ez nem normális dolog, vagy nem fasza. De soha egyszer se fordultam vissza. Tudom, hogy bűn az, amit tettem, csak nekem kurva jó volt. De nem érzem magam bűn, valahogy nem érzem azt a bűntudatot. Nincs bűntudatom. Hogyha, hogy mondjam, eközben, hogy én egyfelől adom nekik az angyalt, és adom nekik azt, hogy én borzalmasan kedves vagyok, és gyengéd, és odafigyelő, én ettől függetlenül megbolondulok azért, hogy minden héten 5 új nőt ismerjek meg, és hogy 5 új telefonszámot gyűjtsek be, és hogy akár ágyba is jussak velük. És régebben egy nagyon egyszerű módszert használtam arra, hogy nagyon sok csajom legyen, ez pedig úgy jelenti, hogy hazugság. Tehát hazudtam nekik, azt mondtam, hogy én tartós kapcsolatot keresek, én gyereket akarok, én családot akarok, és aztán persze utána főtt a fejem 2 nap után, hogy hogyan rázzam le. Az értelmemmel mondjuk úgy föl tudom mérni, hogy az meg egy családapa, egy férj, egy mit tudom én, nem hazudozik össze-vissza otthon, nem kúrogat éveken át mindenféle nőket, hanem vannak szerepek, feladatok, mit tudom én, munkában, családban, otthon, egyébként, amit el kell látni, és hát nem az, hogy most a feleségem életét pokollá teszem, a gyerekem alig látom, mellette meg táncolok a csajokkal az ágyba jobbra-balra. Tehát ez a része úgy csak nem érzem belülről, mert ezek az emberek a barátaim is voltak. És azért szar ez. És azért akarom azt, hogy igen, akkor tényleg legyen az ember egy bűnös szemét rohadék, aki üzé, és akkor még legyen rossz. És vagy nem tudom, nem tudom eldönteni. Nagyon szar ez. De... Figyelj, én kiléptem a házasságból, egy másik nőhöz való költözésemmel, ami nyilván egy olyan történet volt, hogy az ember így úgymond vérszagot kap, amikor egy olyan helyzet adódik, hogy egy teljesen más formában élő nő, tehát mondjuk egy gyermektelen nő bevel találkozik az ember, aki éppen, mit tudom én, szingli mondjuk. A másik az is szar volt, hogy az a fajta elégedetlenség saját magammal szemben, ami szépen évről évre, szinte napról napra kialakulgat, az eljut oda, hogy már nem tudom azt nyújtani a feleségemnek, amiért hozzám jött. Tehát amit várt. És amikor
amikor találkozik egy olyan, találkozott egy olyan férfi valaki meg, aki meg egyébként ezt tudta nyújtani, most vagy alacsonyabb, vagy magasabb szinten, vagy nem tudom persze nyilván valamilyen szinten, akkor meg tényleg ott volt, hogy oh, hát ez kurva jó, hát van ilyen is férfi, ezért, tudom én. Hát ez a férfinő szerepek, apa-anya szerep, férfeleség, nem tudom, hogy mennyire kell ezt szétdarabolni, de például nálunk működik az apa-anya, a családon belül működik a férfeleség, abban az értelemben, hogy, vagy illetve működött a férfeleség abban az értelemben, hogy tehát meg, együtt megbeszéltük egymással, tehát ilyen így számíthattunk egymásra, viszont a férfinő szerep olyan szinten sérült, hogy ez fölborította a másik kettőt is. Tehát ott viszont egyáltalán nem működünk. És amin én a párterápián küzdök, az pontosan az, hogy én hiszek abba, hogy ebben a kapcsolatban vissza lehet hozni ezt a férfinői feszültséget, jó értelembe vett feszültséget, és férfinői szerepeket vissza lehet ebbe rakni. Mert ha nem, akkor van az a megoldás, hogy jó, akkor a férfi, tehát akkor ez borul, akkor kell, nyilván mindketten fogunk keresni egy olyan helyzetet, amiben a férfinő működik, és arra elkezdjük megint fölépíteni esetleg a férfeleséget, meg mondjuk az apa-anya szerepet majd. Most nálunk, amikor az utolsó fél évben voltunk, az, hogy férfiként nézett, nem. Esküdtelenség, akit azon nyomban meg kell alázni. Tehát ez a szép folyamat, ez odáig megy el a végén, de amit én is gyakoroltam ugyanúgy. De egyszerűen olyan szinten eltávolodnak az emberek, és annyira már nem azt látják, hogy bazd meg ott van a két gyerek, a közös gyerekeink, akiket mi ketten érted, azon a két éjszakán legalább biztos, hogy kurtunk, mert akkor honnét lenne. Tehát akkor már az van, hogy ilyen ostobán egymást tépve érted, hogy megalázva, mert az jó, mert elég tételt akarsz a másikon. Azt kéne egyszerűen mondani, hogy jó, persze, bazd meg, rosszul esett, amit megtudtál. Na? De és neki hogy esett, amit ő megtudott? És mégis tudja kezelni, mégis számos esetben elmondja, hogy ő azért mégiscsak együtt képzelni el a mi kis életünket, meg azt, ami eddig volt, minden szarával, minden jóságával együtt, jelentsük ki, hogy meghalt, és kész, és dobjuk ki. És majd ki tudtuk dobni, és azt tudtunk mondani, hogy na, a gondolataink 90%-át, a munkánk, a gyerek, a család, ne adj úristen, új gyerek, tudom is, én köti le. És néha följön valami szar, de hát meg gyakorlatilag úgy kezel, mint hogyha fő se jött volna, akkor talán esetleg beszélgethetünk egymással megint. Nálunk egyértelműen sodródás volt az eseményekkel. 20 évesek voltunk, amikor összejöttünk, tehát én azt mondom, hogy két gyerek került össze. Bizonyos szempontból kifejletlen, a magam részéről mindenképpen kifejletlen szexualitással, vagy szexuális tapasztalattal. Tehát nekem ő a feleségem volt a második nő az életemben. És hát azt gondolom, hogy a két gyerek felnőtt egymás mellett. És nyilván a munkahelyünkön, stb. Különböző környezetekben látjuk azt, hogy működik egy igazi férfinői minta. Tehát ahol mondjuk a férfi eltartja a családot, a nő elmegy gyereket szülni. Tehát nálunk ez egy picit fordult. És hát ő is átvett a férfi szerepekből, tehát az irányítást, pénzkeresés, stb. Én is átvettem a női szerepekből, tehát a gyereknevelés, a háztartás, a mosás, vasalás, tehát hogy ezek nekem nem... Tehát én nem az a klasszikus férfi voltam, aki elvárta, hogy a vacsora ott legyen az asztalon, és ő se a klasszikus nő volt, aki elvárta, hogy már pedig ő elmegy szülni két évre, és akkor... Tehát valahol mi egyenrangú partnerek voltunk, meg ilyen egyenlő, tehát mondhatnám azt, hogy nemtelenek? Talán pont emiatt egymással szemben? És hát nyilván emiatt, tehát ez inkább ilyen testvéri viszonnyá alakult már szinte a végén, vagy nem tudom. Tehát nem igazán volt benne ott az erotika, meg a szexualitás. Részemről benne volt, de nem biztos, hogy ő fel az ő irányába volt, hanem csak maga a szexualitás iránti vágy meg volt. És ugye a neveltetésből adódóan, meg hát azt gondoltam, hogy ezt vele kéne kiélnem, de hát ugye ez egy folyamatos frusztrációba torkolott, mert hogy nem igazán voltam kielégült, vagy boldog ebben a dologban, ő sem azt kapta, amit szeretett volna. Úgyhogy talán ennyi, hogy két gyerek felnőtt egymás mellett. Talán egy olyan 5-10 év, de nem, inkább 10 évvel ezelőtt, amikor volt egyetlen egy darab tartós kapcsolatom az életben, az is tartott egy évig. De akkor is nekem teljesen furcsa volt az, hogy este
hazamenni, és akkor barátokkal vacsorázni, hétvégén a szülőket meglátogatni. Nem ment ez, ezzel való azonosulás, tehát egy ideig idegenkedtem, és mindig azt mondom, biztos én vagyok a hülye, hát mindenki ezt csinálja, és közben rájöttem, hogy valószínűleg akkor én máshogy élek, mint egy ilyen vándorszínész, vagy ilyen vándorcirkuszosok, akik egyszer itt alszanak, egyszer ott, és lehet, hogy ez a jó út. Igen. Csak ez gyakorlatilag egyedül vagyok az, mint a kisujjam, nincs senki körülöttem, aki tényleg ilyen friss levegőt adna be, és egy idő után nyilván a barátok leszakadtak, vagy én se kerestem senkit, meg amikor kerestek, akkor az volt, hogy bazd meg, most már itthon vagy, ott a faszomba menjek én neked Pestre valami koncertre, hát esély nem volt. És akkor hát kimarad más, mint az embernek a felesége, akit szeret, tisztel, becsül, bla bla bla. De valahogy ő volt az egyetlen olyan ember ott az egész családban, akihez úgy kötődtem, vagy akihez közöm volt. Hát tulajdonképpen bizonyos értelemben igen, az ember egyedül marad, és az ember szükségletei szerinti baráti vagy szociális keretek, azok teljesen átstruktúrálódnak. Szerintem ennek igazából az a gyökere és az a izéje, hogy te önmagaddal rendben légy. És amennyiben te meg tudod őrizni az identitásodat, a saját magad kis szűk világát, akkor nincsen szükséged megerősítésre, hogyha te ezt önmagadban, ha ekkora a lakásod, mint ez a konyha, de meg tudod valósítani, hogy éltek hárman, az is fasza. Az is jobb, mint az, hogy éltek egy palotába, vagy egy valami környezetbe, de mondjuk első perctől nyilvánvalóvá van téve, hogy te itt csillagom, másodrendű állampolgár vagy. Nyilván szükséged az embernek arra a köszönetre, vagy erre a közlésre, hogy az, amit ő a gyerekekért tesz, az is van olyan értékes, mint a pénzkeresés, és alapvetően nem kapok semmilyen fajta visszajelzést, akkor úgy az ember ebbe így belefárad, és azt mondja, hogy bazd meg, én megcsinálok mindent azért, hogy rendben legyen a családi egyensúly, de nekem még más is van, tehát a polgári életen kívül, meg a dada funkciómon kívül azért nekem van egy másik lényem, ami szintén élni akar párhuzamosan ugyanezzel. Tehát itt arról van szó, hogy nyilván én pontosan megéltem ezt így éveken át, hogy amikor a család elnyugszik, amikor az asszony lefekteti a gyerekeket, és az asszony is pihenni tér, vagy aludni tér, akkor keletkezik egy ideális űr, amit tulajdonképpen nem űr, hanem a te tered, amikor azzal foglalkozhatsz, amivel akarsz, és ez az idő neked jár. De hát kölcsönös inspiráció egy kapcsolat, tehát hogyha... De, tényleg, otthon semmi más nem kaptam, mint annyit, hogy na jó, fasza ez, de hát pénz, mikor hoz ez a szar, meg jó. Vagy valami együtt gondolkodás. Tudom azt, hogy a festőnök korábban olyan volt, hogyha csináltam valamit, akkor abban úgy benne volt. Szóval akkor úgy érdekelte, hogy ez mi, meg hogy, meg tényleg, és hogy van ez. És akkor ez is olyan, hogy ez is úgy elmaradt. Szóval úgy... Az a, hogy rengeteg minden rakódik egymásra. Tehát én például a mostani életemben is nekem nem az a bajom, hogy... Tehát így hülye hangzik, ezen sokat vitatkozunk, hogy igazán én nem a feleségemhez ragaszkodom, mint személy szerint, hanem az ideálhoz, mint család, anya, tehát én azt nem akarom elveszíteni. Nekem az fáj igazán. Tehát, hogyha őt most így egyik napról a másikra le lehetne cserélni egy édes barna szemű kedvesre, aki egyébként leszop, hát akkor az jó lenne. Szóval az a helyzet, hogy én azt gondolom alapvetően, hogy egyetlen nagyon fontos tényező van, vagy nagyon fontos lényege van a dolognak, hogy az a két ember, aki elkezdett együtt élni, hogy azok mennyire voltak őszinték minden szinten, tehát szexuálisan is, de mindenfajta emóciós szinten, hogy voltak őszinték egymáshoz, vagy hogy figyeltek egymásra. Igen. Hát azt hiszem Mikulásra, vagy valamilyen kisebb, de ez ilyen Mikulás körül lehetett,
kaptam egy bögrét, a kislányom is kapott egy bögrét, ő értelemszerűen Eszter feliratot, én pedig egy apa feliratú bögrét kaptam. És amikor én ezt a bögrét kicsomagoltam és megláttam, iszonyatosan legszesebben összetörtem volna, mert valahol pont ez jelképezte azt, és ez mutatta azt, hogy én neki apa vagyok, és nem pedig férfi. Tehát egy ilyen mély ütés volt valamilyen szinten ez a bögre. Tehát így rámutatott arra, ami nekem igazán fájt. És mindenben az életben, tehát azóta is, meg akkor is, tehát én próbálom az ilyen fájdalmas pontokban megkeresni azt, hogy ez miért fáj nekem ennyire. Tehát nem elutasítom rögtön a dolgot, hanem hogy mi az, ami ebben engem ennyire zavart. És akkor is elgondolkoztam, hogy miért, és hát ez, tehát, hogy én nem apa akartam ott lenni abban a kapcsolatban, hanem inkább férfi. Hogyha a kislányomtól kaptam volna ugyanezt a bögrét, akkor halálosan örülök neki, de hát nem tőle kaptam. Úgyhogy... Most gondolkodtam, hogy az összes olyan szituációt, amikor azokat a kifogásokat használom, hogy én ma nem érek rá, mert zenélek, én nem akarok családot, mert jó így egyedül, az simán azért mondom, mert nem akarom felvenni a nehezebb harcot. Van kötődés, persze van ragaszkodás, de most azt érzem, hogy simán megyek tovább. Persze lehet, hogy bekövetkezik egy tragédia, hogy 5 éven belül iszonyú depressziós leszek, mert nincs senkim, és egyedül vagyog, és köröm szakadtáig fogok kapkodva valakiért, hogy csak ő legyen. Most ezt nem tudom. Tehát most azt érzem, hogy vállat rántva megyek előre. Hogy mondjam, még visszatérve egy picit az egészhez, hogy ez azért egy elég pofánbaszó tapasztalat volt, és egy elég, hogy úgy mondjam, rossz tapasztalat, hogy még egyszer az ember ebben ne csúszson bele, és ennek ugye alapvetően két útja van, hogy ezt elkerüld, vagy az, hogy elfogadod magadba, hogy te ilyen vagy, tehát hogy hajlamos vagy bizonyos vagy gyengeségekre, vagy hogy ez mi, nem tudom. Szóval, hogy van bennem egy ilyen feminin alkat, ami bizonyos dolgokat enged. Másrészt pedig azt, hogy úgy átalakítani az embernek a gondolkodásmódját, hogy innentől van, amit megteszek, van, amit soha nem fogok megtenni. Tehát, hogyha én ott vagyok a régi lakásunkban, akkor a tányért a mosogatóba belerakom. De ma a gépben nem, hiába üres. Mert nem. Mert eddig beleraktam, de ezután nem vagyok hajlandó belerakni. Lehet, hogy ez külsőség, meg ostobaság, meg mit tudom én, mennyiből tartana belerakni, bazd meg. De nem. Most azt mondtam, hogy menjünk el a terápiára, most voltunk 5-ször vagy 6-szor. Kemény. Talán haladunk is, nem tudom, hát valamilyen irányban mindenképpen. De legalább annyira ott van bennem a reménytelenség, mint a remény. Tehát, hogy így... Tehát simán el tudom képzelni, hogy valahol egyszer csak ez a dolog átfordul, és elkezd működni köztünk. Az a fajta őszinte kommunikáció, amire ezt meg lehet építeni, ezt a férfin a dolgot, vagy nem. De akkor az is. Tehát, hogyha nem, akkor meg tudni kell elindulni a másik irányba. Nem tudom, eldöntöd, hogy a családapaság az igazi férfiasság, vagy a kaszanovaság. Jó kérdés. Azért nem tudom eldönteni, mert házasságban levő nőknek is néha nagyon jól esik, ha jön egy kaszanova az életükbe. Viszont kell a családapa is nekik. Nem tudom. Tanástalan az ember, mert hogyha mind a ketten tulajdonképp elvesztettük önmagunkat, ő se tudta kiélni az ő nőiességét otthon, én se tudtam kiélni az én férfiasságomat otthon, és akkor még ebbe belekavart minden, hogy ő is egy más embernél talált meg egy férfi mintának megfelelő embert, én is egy mások nőknél találtam meg egy női ideál megvalósulását, és mindkét esetben ez mindig egy összehasonlítási alap lesz. Az ő esetében is. Hát ebben van valami. Nincs magyarázat rá. Nincs magyarázat rá, hogy 2-33 éves életképes egyed egyébként, tehát a feleségem is megáll a saját lábán, én megállok a saját lábamon. Mindketten jó partik vagyunk, azt mondom, a piacon nem lennénk bajba, hogyha valóban kéne párt találni. Tehát jó egzisztenciával,
jó jellemekkel, kellemes személyiségekkel rendelkezünk, tehát egyikünk se alkoholista, tehát nincs semmi gond, és mégsem. Tehát a felszínen nincs erre magyarázat, hogy miért nem lépünk tovább. És én valójában nem a csajozásra vágyom, hanem egy komoly kapcsolatra vágyom. Tehát egy komoly kapcsolatot pedig csak akkor leszek képes megvalósítani, hogyha ha elszakadok, tehát hogyha ezt lezárom. Én azt szeretném megélni, hogy nincs bűnös, hogy nincs olyan, hogy valaki rossz. És én mondtam a lányoknak, hogy nehogy azt higgyétek, hogy azért válunk el a mamától, mert ti nem vagytok jó lányok, vagy jó gyerekek. Hanem mi máshogy képzeljük el az életet, és most ezt így fogjuk csinálni. És innét kezdve én nem veletek lakom, hanem lakom valahol Budapesten, ahova eljöttök hozzám, és akkor ott lesz egy másik élet, érted? Szóval nem könnyű gyereknek megérteni, ez kurva absztrakt. Ez bizalmi történet. Tehát, hogyha elhiszi azt egy gyerek ilyen helyzetben, hogy az anyja is igazat mond, az apja is, és ez két külön világ, de mégiscsak mind a kettőből szeretet jön felém, akkor az már megértik. Tehát tök mindegy, hogy az egyik fekete, vagy fehér, vagy rózsaszín, vagy lila, vagy nem tudom mi. Szóval ez a lényeg ennek igazán ebben a helyzetben, hogy most már nem arról van szó, hogy férfi, vagy nő, vagy szexuálisan jó voltál, vagy nem. Ez már kibaszottul nem érdekes. Én már nem foglalkozom ezzel. Az a baj, hogy mondogatjuk itt a másiknak, vagy meg magunknak, hogy szeretjük egymást, de ha tényleg mélyen szeretnénk egymást, akkor megtettük volna ezeket? Megtettük volna mindazt, amit a másikkal megtettük?